Március 7-e, mi az örök élet? Mai igénk a János evangélium a 3. fejezetének 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt akarja, amire ő is vágyik, hogy örök életünk legyen. Mi az örök élet? Az, ami az Édenkertben volt az ember osztályrésze, amikor Teremtő Istenével meghitt, bensőséges közösségben élt. Akkor az élet még vegytiszta állapotában volt az ember birtoka, nem szennyezték azt halál erők, félelem, fájdalom, nélkülözés, betegség, halál. Az örök nem csak idői, hanem minőségi jelző is. Azt jelenti teljes, igazi, tökéletes élet. Nem csak azt jelenti, hogy nincs vége, hanem azt is, hogy nincs híja. Amikor az ember függetlenítette magát Istentől, az élet forrásától, elveszítette ezt az életet, s maradt neki a puszta lét. Az Új Szövetség két külön szóval jelöli ezt, a teljes isteni élet a zoé, a puszta lét a biosz. Ez a szó jelenti létünk anyagi feltételeit is. Ma tehát mindnyájunk létéből ez az igazi élet hiányzik. Nikodémus is ezzel a hiányérzettel ment Jézushoz. A Biblia szerint ez az élet egy személy. Úgy hívják Jézus. Én vagyok az élet, mondta ő többször is. S az élet több, mint a táplálék. Aki Jézussal kapcsolatba kerül, vagyis benne hisz, annak a bioszában megjelenik a zoé. És Isten akarta az, hogy nekünk újra örök életünk legyen. Olyan élet, ami felett nincs hatalma a biológiai halálnak sem, mert, ahogy Jézus mondta, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Van-e már most örök életem? Lehet, mert Jézus visszaszerezte, és kínálja szeretettel.